Jó ütemben halad a Miskolc-Tapolcai Park rekonstrukciója, a csónakázó tavon már az iszaptalanítási munkák folynak, az úgynevezett geometrikus parkban pedig megtörtént a közművek fejlesztése, felszedték a burkolatokat és már az új kandelábereket is kihelyezték. Az ősparkban kialakították a sétanyomvonalakat és elkezdték kirakni az új utcabútorokat is. Az építkezést a tervek szerint márciusig befejezik. Az új burkolat egy részét már lerakták, javában folyik a Miskolc-Tapolcai Park rekonstrukció. Tavaly márciusban kezdődtek a munkálatok, a beruházás eddig a megfelelő ütemben halad. Itt kerül kialakításra az a kilátó pont, ami össze fogja kötni a geometrikus parkrészt, és összpontosítani fogja itt tulajdonképpen a terepet, a területet. Itt utcabútoraként kandeláberek, illetve padok kerülnek kihelyezésre, illetve növényfuttatók, árnyékolók. Miklós Viktor pályázati főosztályvezető mutatja, mit terveznek a területen. A tó mellett egy tégrendszert is kialakítanak, amin be lehet majd sétálni a víz felszínére, ezen pedig napozó ágyak lesznek. Darúval emelték a vízre a speciális gépet, novemberben kezdődtek a tavon az iszaptalanítási munkálatok. Az enyhe időjárás miatt a kivitelező jobban haladt, mint tervezte, már 2000 köbméter üledéket eltávolítottak a tóból. Markoló dolgozik az építési területen, az elmúlt hónapokban megtörtént a közművek fejlesztése is, de szépen haladnak a látványosabb elemekkel is. Az ősparkrész az már sokkal jobban állat, már látszanak a nyomvonalak, a sétaútvonalak, ott már mondható egy 75%-os készültségi állapotot, már a egy-két helyen az utcabútorokat is telepítették, illetve a kandellábereket is. Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője szerint fontos, hogy a városlakók és az ideérkező turisták komfortérzete is növekedjen, ezért jelentős a tapolcai fejlesztés. Az elmúlt évtizedekben alapvetően nagy és átfogó beruházás a tapolcai parkban nem történt. Most az a városvezetés célja, hogy jövő nyárra a turistákat egy megújult parkba várjuk, egy olyanba, ami talán Magyarország egyik legszebb köztéri parkja lesz. Az építkezés a tervek szerint jövő márciusban fejeződhet be.